Meg fogjuk nézni azt ezúttal a felházzal kapcsolatban, hogy mit mondanak azok, akik szervezték, és megnézzük, hogy hogyan hangzik mindez az írás tükrében. Biztos vagyok benne, hogy a szándékok azok jók, legalábbis én úgy gondolom, hogy mindenki, akit én eddig láttam és hallottam ezzel kapcsolatban, őszintének tűnt, és valóban keresi a teremtőt, remélhetőleg elvezeti őket az igazi útjához, amit Zsoltárk 86-ból ismerhetünk meg. 11-es, mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban. Teljes szívvel féljem nevedet. Dicsérlek téged, Yahuwah Elohim, teljes szívemből dicsőítem a te nevedet örökké. Az ő neve nem Isten vagy Úr. De a lényeg nem is az. Az a lényeg, hogy járhassak a te utadon, ami a te igazságod. Tudnunk kellene az, hogy mi az igazság. Az pedig egyszerű, hiszen Jehukonon János 17-es fejezetben elmondja, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. A mindenható szava, a tora, az instrukció, hogy ez az igazság. Ez az, amiben nekünk járnunk kell, ahogyan élnünk kell, ahhoz, hogy az ő útján járjunk, amennyiben őt keressük valójában. Amennyiben nem, csak egy alternatív csütörtök estére vágyunk, ahol más környezetben tudjuk ugyanazt csinálni, mint amit amúgy csinálnánk. Akkor az ő útján kell járni. Ő megmondja pontosan, hogy hogy szolgáljuk őt. Mik az ünnepei, mik az ő szokásai, az étkezési szokásai, hogyan beszélünk, hogyan viselkedünk, hogyan szeressük egymást, és őt hogyan szeressük. Nézzük meg, hogy mit is mond a szervező arról, hogy milyen emberek járnak ide. Rengeteg féle helyről érkeznek emberek, tehát tényleg a szél rózsa minden irányából, legkülönbözőféle katolikus templomokból, református gyülekezetekből, baptistáktól, evangéliumi közösségből, tehát rengeteg féle helyről érkeznek fiatalok, mert hogy valahogy ez a diverzitás az igazi íze szerintem ennek a csütörtöki dolognak. És... Megállítom annyit csak, hogy mindenki, aki azt gondolja, hogy egy katolikus és egy reformátusnak keresni valója van egymás mellett, az téved. Én nem azt mondom, hogy a református jó úton jár, mert távol van attól. A lényeg az, hogy két különböző hitrendszer nem tud egymás mellett megférni. Az a tény, hogy ők megférnek egymás mellett, az bizonyítja, hogy ez az egész rossz úton jár. Természetesen mindkettő rossz úton jár, hiszen nem a mindenható parancsolataiban élnek, azonban a lényeg az, hogy hogyan, hogy nem követik azt, amit ő megparancsolt számunkra, hogy ne keveredjünk. Egyértelművé teszi azt, hogy mi az igazság, mi az, amit tennünk kell. Példabeszélek Misli 6-os fejezet. Valahová mégysz, vezérel téged. Mikor aluszol, őriz téged. Mikor felserkensz, beszélget te veled. Mi ez? Kicsoda ez? 23-as versben leírja, mert szövétnek lámpás a parancsolat és a tudomány világosság és életnek úta a tanító feddések. A parancsolat, a tora az a tudomány és a parancsolat az, ami minket elvezet a világban. Amennyiben valaki nem ezt követi, akkor sajnos áldozatul esett olyan csoportoknak, mint a felház, vagy a katolikus, vagy a református, vagy a protestáns, vagy akármelyik más vallási felekezet. Hallgassuk meg, hogy mit mond erről a változatosságról. És aki ebből így belekóstol, hogy mennyire sok színűek vagyunk mi, és ebből következik, hogy az Isten mennyivel sokkal még több színűbb, ez mindenkinek így meghozza a kedvét, hogy így jöjjön, úgyhogy ez elég gyorsan és elég intenzíven terjedt ez az egész. Nem tudunk különböző módon közelíteni hozzá. Nem, maga a diverzitás, amiről beszél, az, hogy mindenféle dolgok egybe keverednek, ez az ellenség ötlete. Az atya soha nem javasolt ilyet számukra, sőt, amit láttátok, megtiltja ezeket. Ja, Hukkanon János 17-es fejezetben megerősíti a megváltó ezt. És az enyémek, mint a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Ugye arról beszél, hogy az atya és ő egy, én és nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Egy gondolkodásmódúak. Egy idézőjelben húron pendüljenek. Egyet mondjanak, egyet gondoljanak, egyet higgyenek, egyet cselekedjenek. Nem mindenki a saját dolgát, ahogy gondolja, hanem mindenki egyet úgy, ahogy ők egyek gondolatban. Nem egyek fizikálisan, hanem egy szellemiségűek.
Nézzük azt, hogy mit is mond arról, hogy hogyan szolgálják az emberek a teremtőt itt. Ők nagyjából egy ilyen 1,5 órát dicsőítenek, és akkor utána az egész átmegy egy ilyen spontán örömzenélés, örömdicsőítés-szerű dologba, amikor így mindenki felszabadul annyira, hogy így az Istent úgy dicsérje, ahogy ő akarja. Imádkozik, felolvas egy igét hangosan, és egyszerűen csak mindenki úgy van az Isten jelenlétében, ahogy ő éppen akar. Így mindenki felszabadul annyira, hogy így az Istent úgy dicsérje, ahogy ő akarja. Imádkozik, felolvas egy igét hangosan. Annyira, hogy így az Istent úgy dicsérje, ahogy ő akarja. Imádkozik, felolvas egy igét hangosan. És egyszerűen csak mindenki úgy van az Isten jelenlétében, ahogy ő éppen akar. Mint mindig, nagyszerűen hangzik mindaz, amit a világ és a világ Istene hirdet, az mindig nagyszerűen hangzik, különben nem lenne sikeres. A probléma az, hogy a Teremtő mindig az ellenkezőjét akarja, amit a világ. Megmondta, hogy mi az a mód, ahogyan mi őt dicsőíthessük. Az ő ünnepei, az ő napjai, az ő szombatnapja, a parancsolatai és az a szerint való élet, cselekedet, gondolkodás, annak a tiszta szívből való cselekedete az, amit ő akar. Az, hogy mi mit gondolunk arról, amit csinálunk, hogy mégis hogyan próbálunk hozzá közelíteni, az őt nem fogja érdekelni. Ézsaiás, Jesiáhu első fejezet így szól. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot. A jó illattétel utálat előttem. Újhold, szombat, ünnepre felhívás. Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Az, amit mi csinálunk, ahogyan mi akarjuk, a számára elfogadhatatlan. Mert nem úgy élünk, ahogy ő azt mondta. Teljesen mindegy, hogy mit csinál. Nem azt mondja, hogy az újhold, a szombat, az ünnep nem kell, hogy meglegyen. Pontosan azt mondja, hogy ahogy mi csináljuk, az nem jó. 14. Újholdaitokat, ünnepeiteket gyűlöli lelkem. Terhemre vannak, elfáradtam viselni. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek. Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom. Mert nem úgy éltek, ahogyan azt én mondtam. Erről beszél. A ti újholdaitok és a ti ünnepeitek azok, amiket utálja. A mi imáinkat és a mi kezeinket fogja semmibe venni, amennyiben nem úgy élünk, ahogy ő azt mondja. Érdekes az, hogy a megváltója Husá Hamásiák, aki a Földön járt és a mindenható parancsolatait hirdette a világnak és megmutatta, hogyan kellene élnünk, ugyanerről beszél, hogy nem tudunk hozzá közeledni a saját módunkon. Erről beszél Metiahu Máté 7-es fejezetben. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ezek ugye a tanítók, a proféták. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Adonai, Adonai, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Az, hogy mondogatni, imádkozni, ez mind-mind fölösleges. Ahogyan azt elmondta Ézsaiásban. Fölösleges, ha nem cselekszi valaki az ő akaratát. Mi az akarata? Le van írva a Torában, az úgynevezett Ószövetségben, a Tanakban, hogy mi az, amit ő akar tőlünk. Mert sokan mondják majd nékem a manapon, Adonai, Adonai, nem a te nevedben profétáltunk-e? Ugyanúgy, ahogy ezek a csoportok teszik, az ő nevében profétálnak. Őt hirdetik. Nem a te nevedben üsztünk ki ördögöket. Az ő nevében csinálják ezeket a dolgokat. Ugyanúgy, ahogy a Felház, de az összes többi ekumenikus mozgalom. És nem cselekedtünk egy sok hatalmas dolgot a te nevedben. Nem az ő nevében hívják össze ezt a gyülekezetet. És töltik meg a körcsarnokot. És ő, az ő nevében hirdetik a mennyek országát. És Isten, és Jézus nevét. De, akkor mi a probléma? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozatot tőlem, gonosztevők. Teljesen mindegy, hogy mennyit profétálunk az ő nevében, és hirdetjük idézőjelben Jézus vagy Istent, vagy mennyi démont űzünk ki az emberekből, vagy mennyi hatalmas dolgot cselekszünk az ő nevében. Erről beszél itt, hogy teljesen mindegy, mert vallás fog tenni róla, hogy sohasem ismerte őket, és távozatok tőlem, gonosztevők. Nézzük meg, hogy mi a gonosztevő, miért probléma ez, hogyha valaki gonosztevő. Ezékiel Hezekiá 18-as fejezetben megmutatja nekünk, hogy mi a gonosztevő. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, az, aki vétkezik, az a gonosztevő. Hogyan tud megtérni? Melyeket cselekedett, úgy élt, úgy cselekedett, nem úgy beszélt, úgy gondolkodott.
és megtartja minden parancsolatimat és a törvény szerint igazságot cselekszik élvén, éljen, meg ne halljon. Az a gonosztevő, aki nem a parancsolatok szerint él, nem a törvény szerint él, az nem igazságot cselekszik. És amikor megtér abból, akkor fogja ő majd azt mondani, hogy ismertele. 24-esben így folytatja a Máté 7-es. Valaki azért hallja én tőlem-e beszédeket, aki hallja az írást, akinek felolvassák, és megcselekszi azokat, aki úgyis él azután. Hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házat, hiszen ő a kőszikla, ő az, akire építhetjük a házunkat, hiszen ő a megtestesült szó. Ő mutatja be, hogyan kellene élni. Úgyhogy ezek a gonosztevők, akikről itt szó van, azok, akik nem úgy élnek, teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, ha nem a Tora szerint él az ember. Erről beszél Ezékiel 18-as fejezetben. És a 26-27-es versben is. És ha a gonosztevő megtér az ő gonoszságától, melyet cselekedett, és a törvény szerint és igazságot cselekszik, ez az ő lelkét megtartja életben. Mert belátta és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett, élvén éljen, ne halljon meg. A gonosztevő meg tud térni. Ez az üzenet. Ez a jó hír, amit a megváltó hozott. A gonosztevő megtér a gonoszságától, melyeket cselekszik, és a törvény szerint él és igazságot cselekszik. Ez tartja életben a lelkét. Nem az, hogy mennyit profétálunk, hogy mennyi ördögöt tűzünk ki, vagy mennyi hatalmas dolgot cselekszünk az életben. Amennyiben nem úgy élünk, ahogy ő azt mondta, teljesen mindegy. Hiszen azt fogja mondani, hogy nem ismert minket soha, és az, aki hallja és cselekszik, az a bölcsember. Következő részben folytatjuk a felházzal, remélem, hogy ezt hasznosnak találtátok, és ismét csak azt szeretném mondani, hogy nem az a szándékom, hogy megbántsak bárkit is, vagy becsméreljem a hitét, inkább az, hogy aki az igazságot keresi, aki az egyetlen teremtő Elohim akaratát keresi, annak segítséget nyújtsak. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!